Egyre több áldozatot szed az influenza járvány a Balkánon. Bulgáriában 22 körzetben több mint 1300 iskolát bezártak. Görögországban egy hét alatt 12-en vesztették életüket az A-típusú influenza vírus miatt. Romániában 58-an haltak meg. A járvány leginkább az ország déli részén terjed. Több iskolában szünetel a tanítás, a kórházakban pedig látogatási tilalmat vezettek be. A betegeket látogatók közül sokan nem értik, hogy milyen veszélyt jelenthetnek a saját rokonaikra. Magyarázta a problémát egy dél-romániai kórház vezetője. Horvátországban csaknem 29 ezer beteget regisztráltak. Az influenza szövődményei miatt 45-en vesztették életüket januárban. Szonya Pajdla epidemiológus arról beszélt, hogy az A-típusú influenza vírus H1N1 altípusa terjed, ami 2009 óta most először bukkant fel. Eddig ez a típusú vírus bujkált, vagyis sokak immunrendszere nem tud vele mit kezdeni, ezért halnak bele. Magyarországon is terjed a betegség. A hivatalos adatok szerint január 21 és 27-e között 65 ezer beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel.